Sziasztok, na jó, 12 vagyok a tankunk, egy T-30-as parancsnok, a Király 6000 Murovanka a térkép, és 64% eséllyel érkezett a csatába. A 9-es szintű amerikai TD-k közül ez a gyorsabb. Hát a gyorsabb, akkor tegyük is rögtön, legnagyobb fokozatba, azaz szép lassan elérjük a maximális sebességet, amelyet ha az órát nézzük, olyan 24 körüli. Hát ez meg is felel a valóságnak, ilyen talajon egyébként olyan 35-tel tudtok vele menni, hogyha ez egy kitaposott ösvény, vagy pedig egy kikövezett városi térkép, hosszú utcája, ott egy kicsit azért jobban lehet vele menni. Mert az a lényeg, hogy a 9-es amerikai TD között ez a gyorsabb, tehát legyetek elégedettek vele, még hogyha úgy is érzitek, hogy lassú ez a tank. Egy másik videóban elmondtam, hogy körülbelül úgy játszatok vele, vagy olyan ennek a tanknak a feelingje, mintha egy T-34-essel játszanátok. Tehát akinek van T-34-es, az tudja, hogy majd itt mire számítson. Akinek pedig ilyenje van, az tudja, hogy mire számítson, hogyha megvenne esetleg egy T-34-es. Ugye a T-34-es az nincs egy ilyen elrettentő ágyú, egy ilyen 155 mm-es, amely igazán nagyot tud lőni. 750 átlagosan. Ezen a térképen ugye szokás menni a 9-es nullás soron, és szokás ezen az 1-es, 2-esen a fehér bázis irányába. Hát úgy néz ki, hogy most a csapat egy kicsit ilyen bizonytalankodva, nem is tudják még, hogy hova menjenek, hova vonuljanak. Látjátok, van, aki egészen a J-sor végéig, ott a J1-be megáll az a Ferdinánd, a Skoda ott van mellette, tehát igazából nem is tudom, hogy kire tudnak lőni, vagy mire tudnak lőni ott. A szegény Jagdtiger 88-as ott nagyon ott maradt a házat, tehát jó lenne, hogyha mi hamarabb visszatolná a tankját. Hiszen ott, hogyha esetlegesen azon a részen beadódik az ellenség, akkor bizony ott ő neki meszeltek. A T-30-as alkalmas lenne arra, hogy ott mondjuk a T-10-es, aki most felszpotódott, felvegye a harcot, viszont egymagának nem nagyon szabad oda menni, hiszen az ágyúja elrettentő, viszont a töltés ideje is, és azt hiszem, hogy két tank simán megeszi ezt ebben a 18 másodperces töltés időben, mint amit Királynál láthattok. Nem is lehet egyébként sokkal jobban lejjebben ezt a töltési időt, ez 16,6 lett a legeslegjobb esetben. Természetesen a pótkaját azt nem mondom, hiszen az igen drága dolog, tehát azzal még jobban lehet csökkenteni. Na, 368-at kapott az IS-3-astól, ugye elfújtott a tornyot, azon része meg lehetett lőni. Az eleje az nagyon alkalmas a huldarra, hiszen a torony elejét azt nem lövik be. Az kizárt, ez valahol a torony mellé az oldal lemezekre mehetett, ami számszerűsítve 127 mm, tehát igazából nem volt nehéz leküzdeni az IS-3-asnak. 2900 sebzésen van túl, és ugye akibe belevágott, az megérezte ennek a tanknak mekkora tűzereje van. IS-3-as fúl is kapott egy jó embereset, az elővé meg volt az összes HP-ja, és 3 másodperc alatt eltűnt. Nagyba besegített Király a 808 sebzéssel. T-54 mód 1 lent. Ahogy lement, azon nyomba jött fel az IS-2-es, és ugye szintén megműtte valahol a torony tetejét, vagy pedig hát az alját, a testpáncélt, hogy azt azért nem olyan nehéz belőni, igen, oda az aljára ment egészen középre. Az körülbelül olyan 102 mm, tehát igazán leküzdhető, pláne hogy valaki prémium lőszerrel lövi. A T-30-as szentbe a dusza. Elrontott egyébként az ellenfél, mert nagyon szűk körbe próbáltak betámadni, hát igazából ilyenkor érdemes hátulról megtámadni, nem pedig valamilyen deréktájékon kapni az ellenfelet. Ők ugye megpróbálják ezt a GH soron betolni az egészet, ugye ott a házak között próbálnak harcolni, de hát olyan sokan vannak azon a részen, hogy
nem is nagyon bírnak előre jönni a házak közül. Jobban jártak volna, hogy egészen nagy kört vesznek, és a KI soron végigjönnek, és onnan támadnak hátulról, de hát ez sajnos nem jött össze nekik. Hiába próbálkoznak ott be, ugye visszaszorítják a csapat másik felét egészen a domb túlsó oldalára, de hát ott már nem tudnak átjönni, hiszen a Panther, illetve nem is tudom ki van még ott, hirtelen azok ugye úgyis megtartják azt a részt. Ráadásul most már ugye sikerül ugye nekik is visszamenni, Jerheim középütök jó elmaradt a csapattól, és most már jön a T-30-asunk is. 5000 sebzésen vagyunk túl, vagyis ő pontosabban király. Hát ez egyenest a gyepbe ment, majd erre vigyázzanak, hogy kapálni fog, nehogy véletlenül utólagos robbanás a legyen része. Hát ez bizony csak a dekorációt találta, viszont a T10-es rettentő szépen elkorította a tornyát. Szép vékony rész ennek a lőszernek, ugye 276 az átütése nem okozott gondot, hogy bevigye a toronynak azon részét, amire rá lehetett látni. A RHM, egy isu van még, az isut ugye nem is mondtam, az előbb ugye meglőtte szemből, és 976, és akkor kigyulladt és vége, tehát ez egy 1100 HP-s lövés volt a kigyújtással együtt. Tehát az isu az előbb belelőtt az elejébe, ugye azt ott el lehet találni, és tönkre tette a csövet, amit javítani kellett. Igazából egy jó taktikám egyébként egy ilyen tanknál, el sem néztek, repesztaluljátok nyugodtan az elébe, hogyha úgy érzitek, hogy nem tudjátok bontani a tönket, ezitek a csövét, akkor egy ilyen tankkal már nagyon messziről sniperkedni nem lehet. Borzasztó nagy kárt lehet benne csinálni. Szerencsére ugye volt javító csomag, persze, hiszen annélkül nagyon kevesen mennek csatába, de így meg lehetett javítani, tehát a tank továbbra is alkalmas arra, hogy bizonyos távolságban meglőjön ellenfeleket, hogyha az a cső rossz lenne, azért nem biztos, hogy mondjuk lehetne egy értékelhető találatot bevinni az isuba. És egy újabb 747, és az isu megint szétlőtte a csövet. Hát van ez így. Na nézzük, mit ért ez. Egy tankász, természetesen nagy kaliber, szánysegéd, egy mesterlövész. 7645 volt a sebzés, 4 volt a frag. Király 6000-nek köszönöm a visszajátszást, nektek a figyelmet, na jó, 12 vagyok, további szép napot, vigyázzatok magatokra, szervusztok!